Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is sporttémájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Aoashi. Az Aoashi műfeltekintve a sport és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször manga formájában jelent meg, és 2015 óta immáron két széria formájában 31 kötetet publikáltak a társszerzők, vagyis Kobayashi Yugo és Ueno Naoiko. Ám legvégezetül 2022 áprilisa és szeptembere között 24 rész formájában az anime is megjelent, Sato Akira rendező és Yokotani Masahiro forgatókönyvírók által. Történetünk egy kisvárosban élő középiskolás fiúval, Ashitóval veszi kezdetét, aki a helyi futballcsapat sztárcsatáraként rendkívül magas célokat dédelget. Ám a szegény sorsú fiút rengeteg tényező hátráltatja az érvényesülésben, míg egy napon egy balul sikerült mérkőzést követően egy neves edző figyelmét is felkelti, aki egy ösztöndíjjal egyetemben meginvitálja őt az Esperion FC-hez, ami a J-League azon híres együttese lenne, amely tehetségei révén igyekszik a liga trónjára kerülni. Habár Ashitó kezdetben vonakodik a Tokióba költözéstől, s vele együtt a családjától való elszakadástól, végül szerencsét próbál a nagyvárosba, ahol már az első napon hatalmas falakba ütközik. Ugyanis nem csak az idegen környezet, hanem a csapattársakkal szembeni különbségek, nézeteltérések és a tanulmányi gondok is sokasodnak a feje felett, melyekkel szemben és a profizmus előszobájának rideg légkörében kell, hogy egyedül boldoguljon. Azonban még ezen környezetben is könnyen talál magának megbízható barátokat, avagy társakat, akik képesek mindig új kedvet önteni belé, s ugyanakkor a profi foci közben is képes megtalálni az igazi szerelmet, valamint a jövő felé vezető ideális ösvényt. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, ami az érdekes meccseneteken felül számos jó karaktert is tartalmazott, többek közt Fukudát, Hanát, Anrit, Junt, Kurodát, Otomót és Keijit. De szintén kiemelkedő volt a profi utánpótlás képzés hiteles ábrázolása is. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor az Aoashi egy 10/9-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szarkozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!